Ilyen mesevilágba repítő kreatív alkotások születtek a legutóbbi Mesés Kiskertek rendezvényen az Icsi-ligetben. 2 év kényszerű kihagyás után ismét várják a szorgos kis kezeket, hogy az ovisok és nevelők közösen hozzák létre azokat a csodákat, amelyek aztán heteken át várják a látogatókat. Az elmúlt időszak is megmutatta, hogy milyen jól tudnak közösen dolgozni az óvópedagógusok, illetve a szülők, hiszen sok mindent nem lehetett, de együtt kellett nevelni a gyerekeket. Ez a kis rendezvény ugye nagyon fontos, mert a környezettudatos életmódra tanítja a gyerekeket. Nem csak elültetünk egy növényt, hanem gondozzuk is. És itt most a gyerekek megmutatják, hogy mennyire fontos, hogy egy növény szép legyen, hogy kifejlődjön, hogy mennyi szeretetet kell neki adni. Ez egy nagyon kedves kis rendezvény, szeretettel várjuk szinte Székesfehérvár összes lakosát, hiszen a mi legkisebb gyermekeink, ők alkotják meg azt a mesevilágot, amit az intézményben éppen alvásként, vagy a legkedvenc mesének tartják. A képviselő hozzátette, Székesfehérvár minden óvodája ökoóvoda. A Mesés Kiskertek lehetőséget adnak arra a legkisebbeknek, hogy megmutassák, amit tanulnak az intézményben. A város mind a 20 óvodája csatlakozott idén is a programhoz. A megvalósult virágos mesék gondozását részben a város gondnokság vállalja. Közterületek szépítése, közterületek gondozása, hogy figyeljünk oda a környezetünkre. Ez egy nagyon fontos utánpótlás nevelő program, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy már a legkisebbeket elkezdjük arra szoktatni, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és ne csak elvárjuk, hogy valakik rendbe rakják a környezetünket, hanem tegyünk érte, mi adjuk hozzá a lehetőséget, a területet, az anyagot, de jöjjenek és a saját kis munkájukkal segítsék az Icsi-liget szépítését. Minden óvodának 30 ezer forint értékben van lehetősége növényeket, virágokat vásárolni. A kis ovisok és nevelők által készített kertek közül egy 3-tagú zsűri dönti majd el, melyik 3 alkotás bizonyul a legszebbnek.